Sziasztok, Norcsa vagyok, üdv a csatornán, nagyon boldog új évet kívánok nektek először is. Köszönöm szépen az újévi köszöntőket, ne haragudjatok, senkinek nem írtam vissza, de tényleg senkinek. Most el vagyok maradva így a komment válaszolásokkal is, az újévi videónál is, és vagy szilveszteri videó, inkább azt mondom, meg az előzőnél is, de be fogom majd pótolni. Ma nagyon jó napunk volt Bencével. Ja, szemüvegesek lettünk, Bence is, és én is. Nekem eddig olvasó szemüveg kellett, hát most már nem csak olvasó szemüveg kell, hanem rendes szemüveg. Nem csináltattam két szemüveget, hanem egyben van megoldva mind a kettő. Bencének meg ilyen látásjavító, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a szemüveget, nem nagy dioptriával, de hogy szükség van rá, úgyhogy... Úgyhogy igen, így az új évre elkészültek a szemüvegeink is. Ennyit erről a témáról. Ma elmentünk a Munkácsi kiállításra, még 14-én, ha jól emlékszem, 14-ig megtekinthető itt Fehérváron, azt hiszem Szent István Múzeumban, mintha az lenne a múzeum neve, de tudom, hogy hol van helyileg a nevét, meg nem tudom, jó hülye vagyok. Na mindegy, a ciszterci templom után. Tehát aki fehérvári, Fehérvár környéki, ők tudni fogják, hogy miről beszélek. Nagyon nagy élmény volt nekem a Munkácsi kiállítás. Rengeteg munkácsi festményt, vázlatot nézhettünk meg. Ezek eredeti képek. Ezek egy magyar műgyűjtő, aki Amerikában él, ő neki a tulajdona, ez a rengeteg sok kép, nagyon-nagyon sok kép. Nem jegyeztem meg egyébként, hogy hány darabból áll neki a gyűjteménye. Most valamiért 66-ra emlékszem, de lehet, hogy ez a 66 az valami teljesen más volt. Rengeteg kép, gyönyörű képek, nyilván ezek a leghíresebb képei, mint az Ásítóinas, a Golgota, a honfoglalás, a Jézus Pilátus előtt, tehát ezek a képei, ezek ugye nincsenek, tehát ha jól tudom, ezek a magyar államnak a tulajdonában vannak, de például az Ásító Inasról van neki vázlata, tehát amit ő előre vázlatként megfestett, és ugye utána megfestette azt a művet, amivel hát ő tulajdonképpen itt nagy hírt szerzett magának a világon, mint festő. Gyönyörű képek vannak, egészen a munkásságának az elejétől, a munkásságának közel a végéig vannak képek, gyönyörű szép képek. Én olvastam a életrajzi könyvet Munkácsiról, hát régen, de hogy annyira érdekes volt, hogy így emlékszem dolgokra, főleg így, ahogy a képeket néztem, már itthon beszéltem a Bencének róla, akkor anyukámmal, ő is olvasta a könyvet, mondtam neki, hogy képzeld el, hova megyünk. Hát sajnos ő nem tudott velünk eljönni, megtekinteni ezt a kiállítást. Cserébe megnézheti fotókon, mert hogy lehetett venni ilyen fotós kiegészítő jegyet. Nem szoktam venni, nem szoktam fényképezni sem templomban, sem kiállításon, sem színházban. Járok folyamatosan színházba a kolléganőmmel, én ott sem szoktam videót sem készíteni, fényképet sem készíteni. Ez most csak igazából azért készült, hogy az anyukám is láthassa ezeket a gyönyörű műveket. Nagyon-nagyon jó volt látni tényleg, hogy a pályája elején még, hogy festett, és akkor a pályája végén. Jó volt látni azt az időszakot, amikor ugye megnősült Franciaországban, Luxemburgban éltek, tehát ilyen családi pillanatokat. Akkor Bencével pont néztük, hogy milyen visszatérő motívumok vannak nála, amikor így családi pillanatokat ábrázol. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon szép volt. Megérte az árát, összesen 5000 forintot fizettünk, 3000 volt a felnőtt belépő, 1500 a diák, és 500 forint volt ez a kiegészítő fotós jegy. Úgyhogy elég sok időt eltöltöttünk ott ezen a kiállításon Bencével, és akkor utána még végigmentünk ott a emeletén a múzeumnak, ahol ugye ki vannak téve az Árpád háztól kezdve a királyaink,
akik ugye Fehérváron lettek koronázva, vagy Fehérváron lettek eltemetve, és akkor utána, amikor már így a monarchia idejéből volt, tehát ott azok a királyok is fel voltak sorolva, akkor van ilyen gyönyörű, szép dombor, mű, az szerintem részből készül, nem tudom, hogy milyen anyagból egyébként, Fehérvár maga, tehát hogy milyen volt az Árpád-korban, milyen volt a török uralom alatt, és milyen volt utána, úgyhogy ezeket is megnéztük úgy Bencével, úgyhogy nagyon jó tartalmas délelőttünk volt, vagy hát délelőtt, igazából átcsúsztunk a délutánba, mert hogy viszonylag későn indultunk el, késő délelőtt. Aztán utána elmentünk a Tesco-ba vásárolni, nem olyan sok mindent vettünk, hát igazából amire hát szükségünk volt, tehát olyan dolgokat vettünk, és akkor ma délutánra volt beütemezve még egy kifli szállítás, az is megérkezett, úgyhogy két vásárlást láttok majd itt a videóban. Hát ennyi tulajdonképpen, elkezdtük a dolgos hétköznapokat, én már 2-án dolgoztam, Gabi 4-én kezdte, hát szegény, mint az agyonvert kutya úgy jött haza, hát azt mondta, hogy annyira elfáradt, de annyira elfáradt, egyébként minden évben így van, amikor így nyáron 2 hét Szabin van, akkor utána is borzasztóan elfárad, meg így a karácsonyi időszak után is. Hát ő 22-én reggel végzett, és ott olyan 4-től így 4-ig nem dolgozott, meg hát nyilván itthon is azért leginkább pihen. Úgyhogy most fura volt neki, úgyhogy ma is hazajött, megebédelt, és akkor utána láttam, néztem a szobába, láttam, hogy ott a kutyával lefeküdtek egy kicsit az ágyra, úgyhogy nem tudom, hogy szundított közben, vagy csak feküdtek. Most ez a hét ő neki még ezzel megy el, hogy fáradt. Iszom egyet, kipróbáltam a teát, baromi finom. Nagyon-nagyon jó. De azt gondolom, hogy mást így nem is nagyon akartam mondani most nektek. Úgyhogy elköszönök. Legyen nagyon szép hétvégétek, és szép a jövő hetetek. Sziasztok! Akkor lássuk is, mit vettünk a Tesco-ban. A Magnum hozzáadott cukor nélküli vanília karamell fagyi, ezt a Bencének. Aztán van ez a Single Zero fagyi, vagy ékkrém, ez a rákóczi túrós. Ez is hozzáadott cukor nélküli. Aztán laktózmentes tejet vettünk 2. És vettünk egy mandula tejet, ezt ugye nekem, hát vettünk volna többet is, csak nem tudtuk volna Bencével elhúzkodni, nincs benne cukor. Szokásos hajfesték nekem, aztán egy kókuszolaj, régen főztem kókuszolajjal, és akkor utána azt abba hagytam, és most megint újra kezdem majd, hogy főzéshez használom, egy folyékony szappan, én ezt felmosáshoz is szoktam használni, hol folyékony szappant teszek a fertőtlenítő mellé, hol meg mosogatószert, rögös túró, ebből 2 is hoztunk, ez ilyen félzsíros, és talán 400 valahány forintba került, és 26-ig jó, tehát ez jó neki a lejárati ideje is, paradicsomból 2 vettünk, ez a fürtös koktél paradicsom, és ez egyébként magyar, és itt van neki a tesója. Aztán egy uborkát vettünk, direkt kerestem, ugye, hogy vékonyabb legyen, mert annak nem olyan vizes a belseje. Hát gyökér az ilyen szerencsétlen volt, de ami meg nem zacskóba volt, az meg még szerencsétlenebb kinézetű. Úgyhogy ezért ezt a zacskósat hoztuk, sütő margarinból hoztunk 2, aztán élesztőből azt hiszem, hogy 3-at, igen, 3-at, és akkor zöldbab, én nagyon szeretem ezt a zöld színű zöldbabot, abból 1-et hoztunk, borsóból 2, és van itt egy ilyen mix. Ebben van répa, meg borsó, karaláb és karaláb, nem, az nincs benne, karfiol és mi ez, brokkoli,
Igazából karfiolt szerettem volna, de az totálisan ki volt fosztva. Aztán a halaknak egy ilyen szemcsés haltáp, meg egy lemezes haltáp, egy jégsaláta, de nagyon sok fogy nálunk. Aztán alma, gála alma, rengeteg almát vásároltunk a térre. Na jó, hát ez már itt meg is sérült, nem baj, majd megesszük délután. De már alig van az almánkból, úgyhogy muszáj most már venni. Aztán hoztunk még 1 kiló narancsot, és már csak húsféle van, amit vettünk. És mutatom itt a húsféléket. Gusztinak vettünk májat. Hát 60 dekát kértem, 52 sikerült. Semmi baj. Aztán combot vásároltunk, sertész combot. Hát ez 1369 forint, 1359, tök jó árba volt. Ebből főzök a kutyának is majd, meg a májat. Bence fasírtot kért, úgyhogy daráltattam egy kis combot. Valamint vettünk egy, hát egy, nem tudom, 1 kg 20-valahány deka ez a csirkemell, úgyhogy ezt vettük, hát nem is vettünk több húst, meg felvágott félét, abszolút nem. És ez került 33.000 forintba, azt hiszem. Nem helyesbítek, nem 33.000 forintba került, mert valamit töröltünk ki ott, ami nem kellett, ilyen lövöldözővel vásárolunk már mi Bencével, és 28.000, igen, mert volt 15.000-es utalványom, meg 13.000 valamennyit fizettem még külön. Na, közben megérkezett Gabi is. Megérkezett a kifli, egy gyönyörű nagy fejkáposzta, egy csodaszép fejes saláta, most vettem már többször fejes salátát, nagyon szeretjük, és a holnapi ebédhez fogom majd készíteni, hát egy részét, és akkor a többit majd beteszem a hűtőbe. Egy kiló lilahagyma, egy kis vöröshagyma, egy csemege ízesítésű uborka. Ezt a márkát még soha nem vásároltuk, édesítőszerrel van, reméljük, hogy finom lesz. Aztán egy kis petrezselyemzöld, vetettem, és képzeljétek el, hogy nem kell ki, pedig ilyen, nem tudom, olyan jól tudok így az ablakba nevelni, és hát nekem szokott télen lenni petrezselyemzöld, most a fagyasztóból már kifogyott, úgyhogy muszáj voltam venni. Aztán egy zeller, hát a guma az ilyen kicsi, van egyébként nagy zellerem a hűtőben, viszont magára a zellernek a szárára van szükségem, mert hogy ez is kifogyott a fagyasztóból. Aztán kétféle tej, 2-8-asból Gabinak 2-t rendeltem, és Bencének a laktózmentesből, ez 2-8-as, ez volt az olcsóbb, azért ezt rendeltem. Ebből is 2 darab, valamint Bencének ezt a hozzáadott cukor nélküli, mi ez van, felnápoi. Ebből van 4 darab, ilyet szokott vinni magával a suliba. Most gyorsan elpakolok, és akkor ide kidobálom a többi cuccot. Na, lássuk is itt a kiflis rendelés második felét. Egy Zero Fantát rendeltem még, az Gabi elrakta valahová. A Tesco-ból meg volt egy ilyen 40 dekás kenyér Gabinak, azt meg szerintem én pakoltam el, és szerintem nem láttátok. Na, szóval van itt egy ilyen tékenne gyümölcs teakeverék, ezt nehéz felbontani. Meg akartam nézni, hogy négyesével vannak be, vagy hogy nem, szóval, hogy a 4 féle íz külön van, vagy hogy az összes íz így egyben van ebben a teában, mert hogy baromi kíváncsi vagyok rá, és inni is fogok egyet. Aztán van itt jalapeño, ez a kofás, ez annyira csípős, de annyira csípős, hogy isteni finom. Hát a Lidl-be szoktunk venni, és hát az meg sem közelíti csípősségben, úgyhogy most megint innét egy ilyen kofásat rendeltem. Aztán van itt durum tészta, ez ilyen széles metélt. Ilyet már vettem náluk, és most végre van ez a fura formájú, ez nagy kagylónak van írva, de nézzétek meg, tök jó formája van, ez is durum tészta. Aztán
Nix mézpótló, rossz szirup, teljesen jól beéleszthető a diétába, sajnos nem adja vissza a méznek azt a nagyon finom ízét, zamatát, tehát amilyen egy méz, de ettől függetlenül jó. Tehát most szegény ember vízzel főz, tehát nekem ez van, úgyhogy ennek kell jónak lenni. Aztán van itt egy ilyen paradicsomos bab, én nem szoktam venni, csak most egész véletlenül úgy bedobtam a kosárba, hogy megkóstoljuk majd. Aztán van itt egy szeletelt ananász. Hát ez a Kiflinek a saját márkája, ezek nem magyar termékek, tehát ez valahol itt külföldről van, és őnekik van elfogadható áron hozzáadott cukor nélküli ananász, van itthon szeletelt ananász, viszont a holnapi ebédhez nekem vagy darabolt ananász van itthon, inkább úgy mondom, tehát ilyen kockára vágott, és akkor nekem ez a szeletelt kellett a holnapi ebédhez, és olyan 700 forint környékén van, tehát azért ennél sokkal drágábban lehet vásárolni ananászt, úgyhogy ezért vettem egyet. Aztán szokásos vörösbab, konzerv, elhasználtam az utolsó előttit, pótlom, csilisbabot többször eszünk, szeretjük, és ahhoz. Aztán elfogyott az olíva bogyeszunk is. Most egy ilyen paprikásat rendeltem. Gabi annyira nem szeret, én azért többször szoktam enni. Felvágottat csak két félét rendeltem, és a két darabot, ez egy 20 dekás. Nem tudom, meddig jó. Ó, első hónap 14. Hát, ez fantasztikus. Akkor lehet, hogy majd ez is a fagyasztóba megy. Már egy csomó mindent tettem a fagyasztóba, mert nem fogytak el. Aztán van itt ilyen vékony prágai sonka, azt hiszem. Ez is 14-ig jó. Pedig általában náluk 11 nap, tehát a mai naptól számolva a szabatosság. Hát, vagy lejárati idő. Na, mindegy. Most ezzel így jártam. Aztán van itt egy rizs, ez akciós volt náluk, erre pontosan emlékszem. Most elég sok rizs fogy nálunk, mert a Gosztinak most bejött a rizs, tehát hogy ami nem glutén, tehát a gluténmentesen étkezik most teljesen a kutya. Én főzök neki, és akkor rizssel, zöldségekkel, meg valami húsfélével van neki a kaja minden napra. Most így nem vakarózik, begyógyult az órán is a seb, úgyhogy remélem, hogy így rendbe leszünk. Aztán van ez a magmix, ez nagyon-nagyon finom, ilyet vettünk már többször, és a tesóméknak a karácsonyi csomagjában most olyan csomagot kaptak, hogy egy csomó minden volt benne, ilyen kisebb értékű dolgok, és volt benne egy ilyen magmix, és azt mondták, hogy ez isteni finom, hol vettem. És akkor mondtam, hogy hát ez a Kifliről van, hát ő hozzájuk nem szállít, tehát ő nem tud rendelni. Úgyhogy ebből van 3 darab, majd 2 a tesóméknak megy, odaadom nekik, és egyet pedig majd mi megeszünk, mert nekünk most még van itthon magyaró, és majd fogjon az, meg mandulánk is van. Aztán van itt egy Mill mozzarella, ez is kiflis márka, nagyon szeretem ezeket a termékeket. Van itt ilyen olasz jellegű sajt, reszelve, így jobbárba volt, mint hogyha megvettem volna azt a darabot, és akkor én reszelgetem. Trapista sajt, ez a holnapi ebédhez fog kelleni. Vagyis lehet, hogy nem is trapistát teszek majd rá. Ezt a lekkel trapistát szeretem. Most már állandóan kínlódok a trapistával, mert már egyik sem jó, amit így gurigába veszünk, és egy részét ki kell, hogy dobjuk, nem esszük meg, berakom a fagyasztóba, na, szóval nincs értelme, hogy megvegyük. Tehát most már inkább így vettem ezt a trapistát, most már több egyszerre is. Ez nagyon jó leveles tészta, 400 valahány forintba kerül. Gabinak ebből készítem majd a holnapi kaját, amit elvisz délelőtre dolgozni, mert hogy elfelejtettem neki pogácsát, vagy bár akármit venni a Tesco-ban. Úgyhogy most ez lesz a büntetésem, hogy még ilyet sütök neki. Aztán van itt cheddar sajt, nagyon jó, vörös cheddar, tökre finom. És ezeknek mindig hosszú a lejárati ideje, úgyhogy ezt most majd bedobom a
hűtőbe, valamint ez a reszelt sajt is, én nem nagyon szoktam venni, most már utóbbi időben többször vettem, mert én mindig úgy voltam vele, hogy én nem fizetek azért, hogy nekem ott lereszelje valaki a sajtot, viszont olcsóbbra jött ki, mint hogyha megvenném a sajtot és én reszelgetném, de szerintem ez ilyen akció, és azért jön ki olcsóbbra, úgyhogy most van egy ilyen 20 dekás gaudasajt, hát lehet, hogy ez lesz mégis a holnapi ebédhez, majd meglátom. Aztán van itt egy, hát milyen nedves WC papír, popsi törlő tulajdonképpen. Ebben Bencének van ilyen teljes kiörlésű édesítőszeres kakaós csiga, és még egy valamin van, de hol van? Sertésszüzet most már mindig a Kifliről rendelek, mert hogy ott tök szépet kapok, és mondhatni, bár most látom, hogy valahol van akcióban sertésszűz, hát csak éppen nem így néz ki. Tehát, hogy ez a sertésszűz, amit itt megveszünk, az így ilyen kis keskenyke, ez meg nem. Tehát ez tök jól fel lehet szúrni, és akkor nagyon jól lehet tölteni. Úgyhogy inkább fizetünk érte egy kicsivel több pénzt, de akkor megrendelem a Kifliről. Hát nekünk ettől így nem fog kelleni egy ebédnek, mert hát nem is esszük meg egy ebédre, marad belőle, úgyhogy ezt most fölvágom majd, és akkor hűtőt a sakokba el fogom tenni, hát ez 815 gram, tehát töltve szoktuk elni, tehát amire megtöltöm, hát úgy már elég kiadós, és azt meg nem akarom, hogy x napig ezt kelljen enni, mert akkor a végén már senki se eszi szívesen, tehát ez majd két főzésre lesz nekünk. És mondanám, hogy mennyit fizettünk, de fogalmam sincs, mert hogy Gabi ment át átvenni, és ő fizetett olyan 29 ezer forint környéke volt megcélozva, hát aztán ez ugye függ attól, hogy mi hány deka a húsokban, a húsban, meg a káposzta, ilyesmi, de hogy olyan 30 körül fizettünk, úgyhogy ez volt a kiflis rendelés.